Na hát sziasztok, akkor üdvözlök mindenkit, ez egy ilyen rendhagyó vlog lesz. Tehát most muszáj voltam előről kezdeni, ma az előbb itt nem kiderült, hogy nem volt kapcsolva a mikrofon és nem vett semmit. Úgyhogy akkor most ismét, mondom, egy MP3 lejátszót fog bemutatni. Ez az egy régi MP3 lejátszó, most találtam meg itt a lomok között, miközben itt próbálok itt rendre napjúra visszapakolni mindent a helyére. Így a káosz felszámolás, a hadműveletnél tartunk még mindig. És hát, ha megmondom, bár az előbb is kiderült, hogy ez a kamera az legjobb, de itt van, ez egy kreatív márkájú lejátszó, 2 GB-os beépített memóriája van, egyébként az a neve, hogy Creative Stone Plus, de ezt nem tudom megmutatni, mert a kamera nem tudja a fókuszt annyira felvenni. Itt van egy Creative Zen Stone Plus, az a neve. De most ott van, jó megvan. Tehát egyébként úgy néz ki, mint egy ilyen lapos kabis, meg ez Zenstone a neve, tehát eleve. Úgyhogy egyébként kabisnak is hívtam, az volt a beceneve, amikor még használtam aktívan. Igazából azt mondom, 2006 karácsonyára kaptam, ha jól emlékszem. És 2010-ben én ezt még használtam. Most szerintem 11 környékén álltam át inkább arra, hogy telefonon zenét hallgatni, most tegyünk, mert hogy az a baj, hogy ugye az aksia nem cserélt, és meg úgy nem bővíthető, még ez a legkisebb gond, azért 2 GB-ba azért sokszor nem befér, csak az aksia már elég szar, tehát most is ugye hát ilyen rendes ilyen, hát még ez a régebbi fajta nagyobb USB kábel kell hozzá, nem a, hát ez a, nem a mikro, hanem a mini USB, és ugye ott van a gépbe, ott töltődik. Teljen lefele, nem tudom, hogy le van bedugva. Mert gyakorlatilag aksival nem nagyon tud működni. Viszont, az nem lesz viszont a helyére. Viszont, ami külön jó benne, azt mindjárt megmutatom, hogy behozzuk a Total Commandát, hogy de nem kell hozzá semmi driver, mert külső USB meghajtóként látja a gép mindegyik, és úgy itt vannak, amik itt van rajta a zenék. Van egy csomó abbaték. Nem, ezeket nem most pakoltam rá föl, de egyébként itt látjátok is. Sőt, ugye 2013-ban mi másoltam erre nem. Tehát akkor még valószínűleg használtam. Mégiscsak, tehát ezért egész sokáig bírtam én ezt használni. De ugye ennyi, tehát ilyen simán egyszerűen akármilyen fájkezelővel fogod, F5 rámástól, de nem kell hozzá saját hülye programot felrakni, vagy drivereket, anélkül is megy. Most akkor próbálom lehúzni a gépről, mert az aksi az nem egy gyenge, de már egy órája rajta van, úgyhogy szerintem töltött már rajta annyit, hogy legalább bemutatni be tudom, hogy egyáltalán működik-e. Úgyhogy akkor egyik ott tennék még. Hát most nem tudok más rá tudni, csak ezt a fülhallgatót, mert most éppen ez van kéznél. Előhallgattam a zenét. Majd is mit nem utaztam. Ilyen Miskolcon, amikor jöttem haza az Intercity-vel, akkor ez jól jött. Hogy videó nézés meg hallgatás közben, de na, bepróbáljuk be rakni, és akkor azt mondjuk, hogy kapcsoljuk be. Hát igazából nincsen túl bonyolítva a kezelőfelületese. Tehát itt van még két gomb itt az oldalán. Az egyikkel kell bekapcsolni. Ha be lehet. Egyébként azt én most elmondom, hogy ezt a vlog sorozatban én tervezek itt még több dolgot bemutatni. Ez meg se nyikkan. Hát. És egyébként lehet vele diktafonként is működik, tehát hangot is lehet vele felvenni, és meglepően jó minőségbe tud hangot felvenni. Hát használtam néha erre is. Igazából csak kíváncsiságból főleg, de na, beindulsz vagy nem indulsz. Na, oké, most beindult, igen, tehát ilyen kis egyszerű kis OLED kijelzője van. Úgy azt mondja, hogy kérem várjon, és akkor most játssza a zenét. Nem tudom, halljátok-e, de most feltoltam a hangerőt maxra. És így már a füles szól.
Hát ezt majd szerintem felvesztük másképp, mert ez a webkamera ez nem szereti. Nincs, hogy akkor mindjárt visszatérünk. Mobilra, mert ez valahogy jobban tudja felvenni. És akkor látjátok, ez jobb, na ennyi szerint számít, ez megtalálja a fókuszt, tehát igazából ennyi, tehát ez ennek is alapjelzője van, mutatja, hogy éppen mit játszik le. És akkor, na, majd tegyük oda. Tehát ennyi, itt lehet a számokat ugye lépetni előre-hátra. Sokáig nyomod, akkor bele is tudsz tekerni. Ez a hangerő, ugye. És akkor mutatom a... Tehát van benne ilyen is, ugye, hogy menü. Legegyszerűbb, ugye játssza a zenét, ez a legalapabb dolog, amit tud. És igazából ez a fő funkciója, viszont van olyan, hogy a beállításokban ugye van, hát hogy zenét keres, tehát itt igazából ezek az a rámásolt adnok az előbb a Total Commandernél láttátok. Tehát és simán mit tudom, azt mondjuk, hogy kitet akarok hallgatni, akkor álljamok, és akkor ugrik arra az albumra. Lehet ugye előre, hátra, ugye, kezdődik ugye, hogy hátra gombbal először visszaugrik a szám elejére, utána még egyszer menjünk oda, akkor meg az előző számra. Beállítások, tehát nézzük csak. Lejátszás, és akkor hát ez a szokásos ugye, mi a legtöbb zene lejátszó, szóval ezeket tudja, hogy... tehát, hogy most egy véletlenszerűen játssza a számokat, na. Vagy sorba, vagy akár egyet ismétel folyamatosan. Equalizer, ugye ezzel lehet így különböző dolgokat játszani, hogy, de ezek igazából ilyen beállított sablonok. Hát, mondjuk nem tudom mi értelme vannak ide. Van egy erés, hát most nyomjuk át rockra. Ja, meg ugye van benne FM rádió, és ezt a fülhallgatót használja antennának. Mély hang, ugye szintén az a basszus lehet rátenni. Hát ezek ilyen ekkori helyettesed, azt mondja, hogy törlés akkor. Vagy lehet, hogy most a számot törli le. Vagy az equalizer beállításokat, nem. Azt az egy számot most letörölte, amit éppen játszottam. Na nézzük, FM rádió. Hát igazából ennyit tud, hogy... Mert talán, hogyha nyomod, akkor ugye elkezd szkennelni, és ugye, hogyha talál valahol egy rádiót, akkor ott megáll. És valamit befogott. Hát RDS nincs benne, úgyhogy ezt nem fogja kiírni, hogy mit hallgatunk. De azt mondjuk, hogy menj tovább. Úgyhogy akkor ugye szépen az FM sávot végig szkenneli. Hát jó, hát igazából ez egyszerű, tehát rádiót tudsz vele hallgatni, nem nagy szám, viszont mikrofon, akkor viszont fel lehet vele hangot venni. Tehát itt rányomok a szem erre, hogy rögzíts. És akkor ott mutatja, hogy még 10 órányi hangot fel tud rávenni. Egyébként meglepően jó hangminőségbe vesz fel, tehát igazából diktafon helyett is nagyon jól tud működni. Hát igen, még az OLED kijelző, ez erre jó volt. Jó, oké, hát most lecsapjuk. Elég volt. Jó, tehát ez volt a mikrofon, beállítások, felvétel, pedig igen, nem tudom, hogy felveti, van benne egy alapstopper. Igazából még ennek sok értelme nincsen, de... Na. Hát ez meg...
Beállítások. És kezdete újraindítás, mégse. Nyugoszi kezdete. Ja, most átmentünk a shoppára. Ja igen, beállít, tehát akkor most vagyunk ott, hogy kontraszt időzítő, tehát ez olyan sok, hogy igen, ez a visszafele számoló, tehát tudom, mondjuk azt, hogy 5 másodperc, nézzük, mit csinál. Akkor nyelv, tehát ugye szintén ugye, van benne magyar is, dátum és idő. Tehát azt is be lehet állítani, igazából sok értelme nincsen egy lejátszónál, de lehet. Meg a napóságokat, hogy mikor kapcsoljon ki a kijelzőt, igen, ez az információ, látszik, hogy milyen firmware van rajta. Feltéve, hogyha megtalálja a fókuszt. Mint ahogy mindig is kéne. Ja, meg zárt, tehát ez a, amit nem be akartam mutatni, hogy ez a klasszikus billentyűzár. Ezeket pedig már láttátok. Visszamehetünk a zenéhez. Hasznos kis lejátszó volt ez, csak mondom, hatalmas hátránya volt, hogy az aksia nem cserélhető. Hát az meg ugye előbb-utóbb az is probléma lesz, hogy a memóriája sem ellát valakinek a 2 GB kevés, de hát most ugye arra azért sok zene felfér. Na tehát visszajöttünk akkor ide a nagyképre, webkamera. Hát ugye, mint mondom, ugye, na, mindig itt van az lejátszó, tehát erről volt eddig szó. Az ágon nagyon jó kis lejátszó volt, hát ugye ez egyetlen baja, hogy ugye az aksi nem cserélhető, és idő után elhasználódik, és akkor hát már most is az egyébként látszódik, hogy jó, most azt mondja, hogy tele van, de ugye ez fénykodával egy olyan 8-9 órát kibírt egy feltöltéssel, és például egy olyan 1-2 óra fel is töltötte, hát most már jó, hogyha fél órát kibír, hogy még annyit se, tehát igazából a hallgatás egy már nem az igazi. Viszont ugye powerbankkel folyamatosan lehet töltőn tartani, és akkor még akár úgy is működik, meg hát ugye még a hangot is egész jó minőségben fel tudja venni. Úgyhogy végül csak egy kis helyen elfér, mert igazából ez ennyi, ez egész kis kütyű. Úgyhogy azt mondtam, hogyha az aksia cserélhető lenne, akkor még ajánlod és tudnám mindenkinek, hogy ugye, hát így, nem, de hát ez... És ahhoz képest, hogy már 11 éves, legalább, még ugye még működni működik, hát ugye ezzel a kis szépség kívájával, hogy hát az aksia az nem ér semmit. De nem egy otthoni hallgatásra mondjuk működhet, mert be van dugva a konnektorba és rá van kötve egy hangszóró, akkor az elét még lehet vele hallgatni, és igazából maga a hangminősége is egész jó. De az MP3-okat azokat nagyon jól lejátsza. De most fölmásolod MP3-ba a zenéket, és akár lakásból valahol vagy akár kinn akár be lehet hallgatni minden gond nélkül, csak ugye kell neki folyamatos táplálátásba, azok sia gyenge. Hát, vagy ki nem próbáltam, de biztos működne egy powerbankkel is, hogyha lehet, az igazából mindegynek, hogy honnan kapja az áramot. Hát akkor ez most ennyi lett volna. Így ez a kis rögtönzött vlog, és ez a kis kütyű bemutatás. Lesz még ilyen, mert találtam néhány régebbi kütyűt még otthon is, itt is. Itt vannak sorban, csak idő kell hozzá, és akkor ezeket majd be fogom mutatni. Hát akkor ez most ennyi lett volna. Akkor sziasztok! Majd még jelentkezem egyszer valamikor.